Michael Gretzel vagyok, és a lozáni Ecole Polytechnique federál professzora vagyok. A napfényből üzemanyagok és elektromos áram előállítására a fotoszintézist utánzó rendszereken dolgozom. A 70-es évek olajválsága. Rájöttem, hogy nem sok olaj maradt. Szenvedélyesen kerestem fényből származó üzemanyagokat, elektromos áramot használó rendszereket. Egy géniusz kitöréséhez volt hasonló. Ezt Gretzel géniusznak hívjuk. A festékkel érzékenyített napelemek közelebb vannak a természetes fotoszintézis rendszerhez, mint a szilícium, PN kötés, és így a sejteken. Molekuláris festéket és egy pigmentet, a klorofilt használják a napfény elnyelésére, majd a molekula elektromos töltéseket termel. Tehát a Gretzel napelem az alábbiak szerint működik. Van egy darab üvegünk. Titánoxid. Festékbe vonatú. És van egy második villamosan vezető üvegdarab az eszköz befejezéséhez. Az áramkört befejező elektrolit. Elektronok fejlődnek a titánoxidban, amelyek az áramkörön áthaladnak. Az elektrolit visszahozza az elektront a festékbe, amely korábban elvesztette. Így működik az áramkör. Körülbelül 10 évi munkába telt, míg a fejünkben nagy vonalakban kialakult, és a világ által használható gyakorlati rendszerré tudtuk alakítani. Ez a technológia a szilícium elemekhez képest előnyösebb. Mindkét oldalról gyűjtik a fényt, ez a sivatagban fontos, mert a napelemek függőlegesen szereltek. Nagyon jól gyűjtik a szórt sugárzást, beltéren használhatók. Kültéren verhetetlenek. Beltéren sokkal nagyobb hatékonyságúak, mint a szilícium napelemek. És egy átlátszó, esztétikus, művészeti alkotáshoz hasonló épületbeépítésnek óriási piaca van. Részben. Nem csak napelem, de esztétikai funkciója is van. És most van egy perovskite elem nevű újdonság, amely a festékkel érzékenyített napelem derivációja, és a remények szerint nagyon nagy hatásfok érhető el szuper alacsony költséggel, mert csak kis anyagmennyiségek szükségesek. Az örökség az, hogy ezen a területen ő indította el a fejlődési lavinát, és sok fiatal tudós dolgozott neki köszönhetően, lelkesen a napenergia ezen ígéretével. Segítünk a világnak! Óriási sikere mindenkinek, akik segítettek abban, hogy a fiatalok számára jó ösztönző legyen ennek elsajátítására, és hasonló stratégiák utak követésére.